Jó estét kívánok! Hölgyeim és uraim! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Zsáner rendezvény szervezőiroda által szervezett Építsünk hidat zenés irodalmi esten. Mostanság sokan és sokat beszélnek Vas Albertről. Ismerkedjünk meg az ő életével, szellemével, mely erényekről és hallatlan értékekről árulkodik. Szent Egyedi és Cegei gróf Vas Albert 1908. január 8-án született a Mezőség szívében, a Kolozs megyei Válaszúton, arisztokrata családban, a kálvinista vallás jegyében, gróf Vas Endre és Bánffy Ilona gyermekeként. A család a nemesi címet, a tavat és a körülötte lévő dombokat még Szent László királytól nyerte. Ezeknek a domboknak az egyikén állt a vasas Szent Gotthárdi udvarház, melyben a kis Albert született, s ott terült el az a mezőségi föld is, melyet művelni, szeretni tanult, míg a történelem vihara ki nem tépte onnan. Szülei korán elváltak, így leginkább nagyapja, Vas Béla jelentette a biztos pontot gyermekkorában. Albert a kis gróf tanulmányait a nagymúltú Farkas utcai református kollégiumban kezdte Kolozsváron. Kiváló nevelésben részesült, itt érettségizett 1926-ban. Ezt követően gazdasági tanulmányokat folytatott a Magyaróvári és a Debreceni Gazdasági Akadémián, majd Németországban és a Párizsi Szorbonon. Nehéz idők jártak az erdélyi magyar arisztokrácia számára. Tanulmányai végeztével mégis visszatért a család birtokára, s gazdálkodni kezdett, megalapozott tervei szerint. A gazdálkodástól azonban minduntalan a szavak világa ragadta el. Versek írásával kezdte. Verses köteteivel felhívta magára az erdélyi helikonisták figyelmét. Meg is hívták a gróf Kemény János marosvécsi birtokán megrendezett vadászattal egybekötött irodalmi és művészeti találkozóra. Meghatározó, életre szóló élménye fakadt az ilyen találkozóból. Világnézeti felfogása, a transzilvánizmus életeszménye is ekkor forrott ki benne a maga teljességében. Gondolatvilágában misztikus szintre emelte Erdélyt és az erdélyi szellemiséget. Számára Erdély nem csak egy földrajzi egység, ebben a szóban benne van mindaz, ami igaz, jó és tisztességes. A fiatal gróf számára az irodalmi sikert az 1934-ben megjelent, a Farkasverem című regénye hozta meg, aminek köszönhetően Baumgarten díjban részesül, és több irodalmi társaság is tagjává fogadta. És kitör a II. Világháború. 1943-ban a magyar csapatok oldalán a keleti frontra vezényelték, de a front egyre közeledett hazája felé. Szülőföldjét a román és orosz katonák támadásaitól védre, hátrafelé lépdelve hagyta el. Akkor nem tudhatta még, hogy utoljára járt a tájakon. És valóban, már csak lázas álmaiban, a gondolatszárnyain lapozhatott haza. 1945 húsvétján elhagyta Magyarország területét, maga és szerettei életét mentve. Ettől kezdve, ami életében meghatározó és kitörölhetetlen érték volt, a szülőföld, a táj, a nyelv, az emberek, a hazai levegő, az otthoni gondok és gondolatok műveiben éltek tovább. Első állomása Németország volt. A Bajor erdőben egy fakitermelésnél dolgozott. Feleségével és 4 gyermekével egy padlásszobában húzódott meg, itt született meg fatönkre helyezett írógépén a bevallottan legkedvesebb és legnevezetesebb művei, a Funtinelli boszorkány és a világ lelkiismeretébe bele kiáltó, adjátok vissza a hegyeimet. Neve, ez utóbbi műve és még néhány hasonló lelkülettel megírt írása miatt, valamint katonai tevékenysége okán felkerült a román hatóságok fekete listájára. A román néptörvényszék 1946 tavaszán Vas Albertet távollétében halálra ítélte háborús bűnökért és gyilkosságért, s a jog könyörtelen következetessége szerint azt érvényben tartották halála szomorú pillanatáig, és még azon túl is. Megalázó, bár, de messiási ítélet
és igazságkárhoztatása volt. Háborús bűnösnek titulálták. Bevállása szerint ártatlan volt. Tanúja páros, amire a jog is kötelez, szava és szíve, mindkettő nemes. Teljes vagyonát elítélőire hagyta, csupán lelkét mentette óceánon túlra. 1951-ben hajóra szállt, elhagyta Európát. Szívében mentette egy kis nép az erdélyi magyarság történelmi bánatát, és hitte, hogy gyógyír talál rá az igazság földjén. Erre tette rá életét. Belekiáltotta Amerika és a nagyvilág lelkiismeretébe, szülőföldjén rab madár az igazság. Először egy ohiói farmon béresként dolgozott, míg fel nem figyeltek nagyszerű titkaira. Egy katonai akadémia kérte fel algebrát tanítani. Tanítványait megbarbonázta személyiségével, így szerzett tudomást róla a Floridai Állami Egyetem, és meghívta német és francia nyelvet, valamint európai irodalmat és történelmet tanítani. Rögtön rádöbbent az amerikai köztudat félrevezetettségére, a trianoni döntés által megcsonkított Magyarország és szülőföldje Erdély sorsával kapcsolatban. Életét tette rá a történelmi igazság ismertetésére. Gyakran mellbevágta azonban az amerikai ember részvétlensége a dolgok iránt, melyeket ő életével szolgált. Páratlan tehetsége révén műveivel mentette a magyar szót és a magyar lelkiséget. Tette ezt hatalmas irodalomszervező igyekezetével és teljes vagyonával. Vas Albert könyv és folyóirat kiadó munkájának a célja az volt, hogy felkeltse az amerikai olvasóközönség és a politikai körök figyelmét Erdély problémája iránt. És miközben ilyen lázasan dolgozott hazájáért, Magyarországon és Erdélyben évtizedekig nem volt szabad a nevét kiejteni. Halálra ítéltél szellemét is, de feltámadt. Már egy évtizede, hogy közöttünk jár. 10 évvel ezelőtt, 1998. februárjában vadászpuskával oltottak életét. Véget vetett annak a különleges, sőt különlegesen nagyszerű életútnak, amelynek jelszava: ismertessétek az igazságot, és az igazság szabadokká tészen. Vas Albertet a kolozsvári református kollégiumban arra tanították, hogy nem hősi halált kell halni, hanem hősi életet kell élni. Ő megtette ezt, szerette az igazságot, gyűlölte a hazugságot, ezért halt meg számüzetésben. Hamvai titokban hozták haza. Egy részét a marosvécsi kemény kastély partjában helyezték örök nyugalomra, a helikoni asztalhoz közel, másik részét szélnek eresztették az Isten székén, a Kelemen havasok magas csúcsán, ahogyan rendelkezett. 1995-ben írta egyik barátjának: ha befejeztem ezt az életet, szelek szárnyán, csillagösvényen hazatérek újra. Hölgyeim és uraim, felkérem vendégünket, Barta József urat, holtmaros református lelkészét, a romániai Cegei Vas Alapítvány elnökét, hogy olvassa fel Vas Albert fiának, Vas Endrének ezen estén megjelent minden kedves vendégéhez írt levelét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem olvasom fel Vas Endrének levelét. Reggel indulva Székelyországból kapkodásba, otthon felejtettem. Viszont szívemből tudom visszaidézni mindazt, amit Vas Kuba Amerikából és Vas Albert legkisebb fia Hamburgból üzen önök tiszteletéhez, önök szívéhez. Két fia Vas Albertnek, akik mondhatni leginkább legnagyobb erő feszítéssel és hittel igyekeznek ápolni édesapjuknak mindazon áldását, amit számunkra a magyar nemzetre hagyaték. Ezt írta levelében Vas Endre, bátyja Vas Kuba nevében is, aki az amerikai hadsereg dandártábornoka többek között. Ők a száműzött fiak.
akik Vas Albert gyermekeinként messzi vidékre, az operenciás tenger túlsó oldalára kényszerültek, a román elnyomatás, az igazságtalanság, annak hatalmának köszönhetően büszke, boldogan üdvözlik önöket. És megköszönik tisztelettel mindazt a szeretetet, azt a Vas Albertre gondoló hitet és reménységet, amelyel az ébredő magyar nemzet a mai napon, a mai napokban, évek hosszú sora óta mindinkább erősebben képvisel. Büszkék ott, messzi távol, Erdély országtól, és boldogok is, hogy lélekben itt vannak önökkel. Ezen üzenettel érkeztem Erdély országba, de volna még egy más üzenetem is, amit ma reggel szívemmel hallottam. Ugyanis az Isten széke aljából, Kortmaros székelyfaluból indultam ma reggel, hogy itt lehessek. És felnéztem az Isten székére, hófehérbe öltözöttem. Az Isten széke többében pedig ott van, a vaskos hótól, mint egy beborított patakvize, amely csillog, csillámlik a maga ezüstös színével. És még büszke erővel az erdélyi havasok királya, a szarvas, szembe szegül a mindinkább nagyobb erővel tomboló havasi hóviharokkal. És ott van, most csendes álmát alussza medve, amelyet mindinkább buta vadászok halálra ítéltek. Ezért manapság érezhető, tapasztalhat, hogy Erdélyországban nagyon elszaporodtak a vaddisznók. És mivel kiölik, kipusztítják a rend, a természet rend fenntartóit, medvéket, dicső, büszke szarvasokat, bizony elszaporodnak a vaddisznók, és mi lesz Erdélyországból? Mi lesz a ti és a mi otthonunkból, azon áldott országból, amit Vas Albert egyik levelében mennyországnak minősít, titulusít, nevez. Én a Vas Albertől idéznék néhány gondolatot, amit az otthonról ír. Az ember rendre átél ezt és azt, lát más földeket és sokféle embert. Megharcolja magáét, ahol kell, küzd és néha szomorkodik, és néha vannak jó napja is. És mégis sehol a világon nem érzi azt, amit azon a földdarabon érez, aminek otthon a neve. Az ember máshol látja az életet, éli az életet, küzdi, mosolyogja, vagy síratja az életet. De otthon érzi az életet, és ezért szép, hogy van otthonunk, még akkor is, ha nem vagyunk benne egészen otthon. Egy szomorú szülőföldjéről elűzött magyar ember sorai. Vas Albertnek sorai, aki a távol, messze Amerikában is felvállalta Erdély sorsát. Oly módon, hogy midőn megérkezvén oda, felkeresték úgynevezett atyafiak, mondták néki, amennyiben a magunk diktálása szerint írsz, gazdag ember leszel, de hogyha magad feje után szegénységben pusztulsz el. Vas Albert ezt vállalta, érettünk. Ő szegény maradt, minket meggazdagítván, a funknelli boszorkány, az adjátok vissza hegyeimet, a kard és kasza, és sorolhatnám. És méltán otthon, az ő otthona, a te, a ti, az én otthonom is. Miként egyik versében írja, hontalan vagyok, mert vallom. De a hazám otthon van, a otthonom ott van a Kárpátok alatt, és népen a magyar. Egy síró, de egyben biztató embernek üzenete Erdélyországba, akit a múlt rendszerben halálra ítélt a butaság, a gyűlölet, a Ceausescu rendszer, akit ma is üldöznek, akit ma sem nyugalmában sem pihenésében hagynak nyugton és békén. Mert Vas Albert igazsága fáj a hazugnak, a tolvajnak, a gazembernek, aki bitorolja ma jogtalanul Erdélyország. Jövet erre felé
Agyba fölbe láttam, tüzdelik az európai lobogós, mindenféle lobogós díszítményeket. És elgondoltam, hogy mit ígértek nékünk 18. december 1-én. És mit kaptunk? Még mindig láthatatlanul eltészékőként láncaimat, rabláncaimat rázom, és ráz. És Vas Albert üldöztetése, az erdélyi magyarságnak üldöztetése is. És amíg Vas Albert igazsága nem tud győzedelmeskedni, addig nékem otthon Erdélyországban fiaimnak, unokáimnak sem lesz igazsága. Ezért tanítom unokáimat és fiaimat, hogy imádsággal és Vas Albertnek hitével, tanításával épüljenek lelkileg. Az ő száműzöttségére gondolva, árvaságára gondolva, Hortmarosan egy gyerekotthont hoztunk létre, ahol 13 magyar gyereket igyekezünk megtartani, megmaradtatni és nevelni magyarnak. És este ezen gyerekek miért lefeküdnének? Csoportba egymás kezét fogva állnak. Elmondják a mi atyánk. Utána pedig egy fájdalmas imádságát a magyar nemzetnek, amely mindig és mindenkoron aktuális. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy Isten igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Ezt az imádságot az én fiaim és gyermekeim úgy megtanulják, hogy a hittel ott az Isten székének fényében és örömében, az Isten védelmében vallani, cselekvőn vallani fogják. 1916-ban nagyapám 16 éves volt, önként jelentkezett a honvéd hadseregbe, mert bocskoros hordák pusztították szülőföldemet. És rákérdeztem, nagyapa, hát nem féltél? A válasza, hogy ne féltem volna, fiam? Csak nem volt rá idő, mert sok volt a munka. Most is remeg a szívem, gondolva arra, hogy otthon miként vannak az én szeretteim. De nincs időm félni, időm ne legyen megalkudni, langyos politikát, vagy éppenséggel langyosan kiáll a nemzet ügyében, mert sok a dolgunk. Tragikus módon pusztulunk, veszünk, és mi lesz a holnapunkkal, ha nem lesznek gyermekeink. Ha nem lesznek magyar gyermekeink, azon gyermekeink, akik büszkén, boldogan, a talpaikon állva felvállalják magyarságukat. 2004. december 5-e óta mindig így mondom, székely magyarságukat. És ez az üzenete, amely legközelebb a mi szívünkhöz fűződik, a mi szívünkben van. Többen mondják azt, hogy Vas Albert nem aktuális író, pedig most is aktuális üzenete van. Tartsatok össze, magyarok! Mennyire napirenden van. Tartsatok össze, magyarok! Szeressétek egymást, magyarok! Nem aktuális. És Vas Albert nem halt meg. Mert Vas Albert nem halhat meg. Mert mi nem halhatunk meg. Mert mi még imádkozni hiszem, hogy tudunk. És szeretnék önöktől most búcsúzni. Hiszek egy Istenben. Hiszek egy hazában. Hiszek egy Isten igazságban. Hiszek. Önök hisznek-e? Magyarország feltámadásában. Amen. Hölgyeim és uraim, most hallgassunk meg egy református imát, Kis Katinka népdalénekes előadásában. Nem úgy van, mint régen volt, hogy ne legyen annyi gond, hogy ne legyen a magyarnak se csizmája, se dolmánya, semmi folt. Nem úgy van, mint régen volt, legyen úgy, mint régen volt, legyen úgy, mint régen volt. Adjon Isten a magyarnak!
legyen úgy, mint régen volt. Adjon Isten a magyarnak békességet, szabadságot, s minden jót. Legyen úgy, mint régen volt. Kedves közönségünk, engedjék meg, hogy bemutassam a ma este szereplőit. Az Ismerős Arcok zenekar rendszeres szövegírói, zeneszerzői munkájával, előadói tevékenységével, nagy számú közönséget vonzó koncertjeivel népszerűsíti, tudatosítja a tradicionális és kortárs magyar kultúra szeretetének a fontosságát. Az Ismerős Arcok muzsikusai legjobb tudások szerint erősítik közönségük kulturális és nemzeti identitását. Ezen értékeket zenéjük és dalaik révén igyekeznek eljuttatni az újabb generációk tagjaihoz is. Népzenei és irodalmi hagyományokat feldolgozó műveikkel formálják hazaszerető közönségé rajongóik táborát. Az elmúlt 5 évben immár 4 lemezen fordultak a magyar sorskérdések felé, dalszövegeikben a gondolkodó, vívódó, jobbat akaró, hétköznapi embert jelenítik meg. Simó József több mint 10 éve ismerte meg Vas Albert írásait, majd irodalmi esteket és előadásokat kezdett tartani az író műveiből. Egyik előadásán sikerült megkapnia Vas Albert címét is, és ettől kezdve, bárcsak levelezés útján, de kapcsolatba kerülhetett az emigráció egyik legkitűnőbb alakjával. Később a fiaival is szoros barátság alakult ki közöttük. Ők kérték fel édesapjuk halála után a hagyaték feldolgozására és gondozására, valamint a Cegei Vas Alapítvány magyarországi részének vezetésére is. Az Építsünk Hidat című műsorban a zenekar dalai együtt hangzanak el Vas Albert elfeledett vagy eddig eltitkolt gondolataival. A magyarságról, családról, hazaszeretetről szóló dalok és irodalmi alkotások között mindenki megtalálhatja a párhuzamot. Az erdélyi író 2008. januárjában lett volna 100 éves. A mai műsor eltér a megszokott Vas Albert estektől, mert idáig a néptánc nem volt jelen az estéken. Ez a mai azért rendhagyó, mert először lép fel a műsorban a kisújszállási nagykori tánc együttes. És végül engedjék meg, hogy Vas Albert gondolatát idézzem. Furcsa, ahogy az idő az ember fölött tova megy. Események, emberek, gondolatok jönnek és mennek, érzések hullámzanak az ember lelkén keresztül, aztán egy idő múlva nem marad belőlük semmi. Elkallódnak szerte az életben, mint apró, haszontalan holmik a házban. Itt-ott valami leszakad az emberből, valami láthatatlan kis lelki csapat. Odaakad egy ajtókilincshez, egy-egy ablakpárkányhoz, rozog a padlóhoz, keskeny sétaúthoz. Az ilyeneket emlékeknek nevezzük. Tiszteljük őket hosszabb, rövidebb ideig, aszerint, hogy mekkora bennünk a romantika. Aztán szépen és észrevétlenül végképpen elmaradnak mellőlünk, mint halkszagú régi barátok, vagy mint az élet, aki velünk indult, és valahol egyszer lemaradt. Jó szórakozást kívánok! Ha az Úristen valakit valami nagyon nagy feladattal akar megbízni, akkor az igazságügyét bízza rá. Mert ennél nagyobb dolog nincsen is a világon. Akit annyira megmédelyezett ez a világ, hogy tudni sem akar már Isten, az ne is vegye kezébe a könyveimet. De akiben pislákol még egy kicsike reménység, egy csipetnyi vágyódás valami jobb és szebb után, valami után, amiben hinni lehet még. Aki nem tud belenyugodni abba, hogy a gyűlölet mindennél hatalmasabb ezen a földön, és hogy a magyar nemzet jövendőjét
immár elnyelte véglegesen a gonoszság özönvize. Akinek lelkében van még bátorság ahhoz, hogy szembeforduljon ezzel az özönvízzel, és oda kiáltsa az árnak: megállj, s térj vissza, ahonnan jöttél! Ezt a földet, s ennek a földnek a népét az Úr ereje őrzi. Az jöjjön velem, és ismerje meg az igaz valóságot. Aki, ami kimenti őket a poklok mélységéből is, és csodákat képes művelni. Szent László királyunktól jutott a család számára. Később harmadik, negyedik Béla, Károly Róbert mind-mind megerősítették, és tekintélyes földbirtok adományokkal hangsúlyozták ezt a nemességet. Végül Mária Terézia adott grófi címet családunknak. Kicsi gyermekként, 3 évesen édesanyja nélkül maradtam, ez bizony magányossá tett. Az anya lelkének melege olyan, mint a tavaszi napfény. Egészséges növények nem nőnek nélkül. Apám magába zárkózva élt, így engem nagyapám nevelt emberré. Ő tanított meg az életnek egy nagy titkára, ami velem volt egész életem alatt. Én akkor azt hiszem 6 vagy 7 esztendős lehettem, és nagyapám főispán volt. Ő bement, bekocsizott Désre, akkor kezdődött volt a vadkacsa szezon, augusztus 15-e volt, és azt mondta nagyapám: na, majd ha én visszajövök, jövök vissza, a tónál leszállok, de várjál reálot, várjál meg, és akkor elviszlek vadkacsázni. Vendégek jöttek, gyerekek voltak, és én bizony megfeledkeztem róla. Nagyapám megérkezik már sötétben, félrehív, és azt mondja: ha mi a baj? Hát mondom, nincsen semmi baj, nagypapa. Azt mondja: valami baj kellett legyen, mert nem jöttél el. Arra, hogy az ember szavát adja és
megszegi a szavát, csak két mentsége lehet. Meghalt, vagy olyan beteg, hogy mozdulni sem tud többé. Hogy nem haltál meg, azt látom. Hadd halljuk hát akkor, mi a betegség, hogy hívhassam a doktort. Aztán leültetett, és ezt mondta. Nézd, itt az aranyórám. Nagyapámtól kaptam, amikor leérettségiztem. Majd, ha te is leérettségizel, megkapod. Ezt az órát azonban te akár el is lophatod. Ellophatod és megfizeteted. Ellophatod a lovamat, és megtérítheted az árat. Ellophatsz mindent egy embertől, és megfizetheted. Kivéve egy dolgot. Az időt. Aki időt lop el embertársától, az úgy meglopja azt, hogy soha az életben jóvá nem tehet. Mert hiszen a megbízható embert még ellensége is tiszteli. Mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi az csak szelét, amit elfú a szél. És bizony, milyen igaza volt nagyapámnak. Ezért viharzik úgy a történelem szele, mert sok szemetet kell még elfúnia, míg sziklára talál. Thank you.
ujjam, mit legyőzöttek az elveszett harc után. És gyerek koromban, 1921 nyarán, megmart a kurta kígyó. Levittek hevenyészet hordágyon Sztánára, Kós Károlyhoz, aki a házán dolgozott volt éppen akkor. Orvoshoz kell vigyük, de gyorsan, mondta a cserkészvezető. De Kós Károly rám nézett, és megrázta a fejét. Arra már nincs idő, mondotta, és oda kiáltott a szolgalegényéhez. Jergeld meg a hollót, de gyorsan ám! Azzal engem felkötöztek egy kis hegyilóra, és már vittek is kantáron vezetve a lovat, nem le a völgybe, ahogy illett volna, hanem neki a hegynek. Fekete hegynek nevezik a sztánaiak a hegyet, ahová vittek, alig, hanem azért, mert szénégetők lakoztak odafönn. Egy Boldizsár nevezetű vénemberhez vittek, akit csodatévőnek nevezett volt a nép. Hosszú lehetett az út odaföl, de ma már nincs emlékezésem erről. Mindössze arra emlékszem, de az is lehet, hogy csak úgy tűnik, mintha emlékeznék is. Annyiszor hallottam mások szájából, hogy egy öreg ember fölém hajolt, és megkérdezte. Mit tudsz Istenről, gyerek? Én meg kinyögtem nehezen mozduló nyelven. Ő teremté a világot. Színigazat mondtál, és ezt tartsd magad, mondta az ismeretlen szakállas vénember, majd megtoldotta egy második kérdéssel. Ha Isten lennél, teremtenél-e mérget?
Azt mondják, akik ott voltak, hogy erre már csak megráztam a fejemet, hiszen beszélni nem tudtam többé. Kék voltam, mint az érett szilva, és a szemem is lezárult. De úgy tűnik még ma is, mintha roppant messzeségből hallanám a szakállas vénember hangját, ahogy mondta. Az Úr se teremtett ilyesmit, de az emberek buták, és nem hiszik el, amikor mondom. Na, amit Isten nem teremtett, annak nem lehet hatalma fölötte. Szetán Isten gyermeke. Teszünk egy kis ciberét a marások helyére, hadd menjen ki belőlük a hőség, s rendben leszel, mire hármat szól a fürg. Hogy szólott-e hármat vagy sem, azt nem tudhatom. De amikor felnyitottam a szememet, ott feküdtem egy csergepokrócon, bükk erdő mélyén, szénégetők félfödele alatt, s a bükkök lombja közül úgy csillogott alá az égbolt friss kékje, mintha angyalok sikálták volna fényesre. Így valahogy történt. Egy ideig még beszéltünk erről odahaza is, a kolozsvári református kollégium diákszobáiban, és aztán rendre megfeledkeztünk róla. Én is, mások is. Annyi minden történt körülöttünk akkoriban. Telt az idő, eljött az érettségi ideje, és első próbálkozásomkor bizony elbuktatott a román vizsga biztos, akit a magyar iskolák fölé helyezett a románok kormánya. Mert arra a kérdésére, hogy kik az idegenek az országban? Mindent felsorolta, még az arabokat is, csak a magyarokat nem. Mikor aztán a vizsga biztos rám mordult, hát a magyarok, azt feleltem, hogy még az én dédapám dédapjának a dédapja is itt született Erdélyben. És bizony, még az ő dédapja dédapjának a dédapja is. Köszönjük!
így aztán elbuktatott. Földrajzból is, történelemből is. 45-ünk közül mindössze 4 ment át. Egy évre rá, 1926 nyarán, 2 hízott disznó segítségével mégiscsak leérettségiztett. A hízókat szekéren szállítatta be apám Kolozsvárra a vizsgabiztos házához. És mikor végre kezemben volt a román baccalaureatus pecsétesírása, és indulhattam haza, illendőségből még felkerestem a monostori út egyik szép, régi házában lakozó nagynénének, Bornemissza Velemérnét, hogy elmondjam neki győzelmemet a románok fölött. Mikor beléptem hozzá az ebédlő keresztül a nappaliba, ott találtam nála Kunc Aladárt, Reményik Sándort és Kós Károlyt. A 2 előbbit ismertem már, hiszen ők faragtak írót belőlem, de Kós Károlyra nem emlékeztem vissza. Mikor aztán Károly bácsi reám emelte nagy csontos mutató ujját, és megkérdezte, akit az a vén csodatévő ott fent a hegyen kigyógyított a kígyó marásba. Olvastam verseidet, az ellenzékben is, meg a pásztor tűzben is. Nem rosszak! Nagy rémek űztek, már mindent bejárt. Végső menedéknek Istennél megálltam. S lám, az Isten nékem sziklaszilárd vért lett. Gond meg nem találhat, baj hozzám nem érhet. Mert az Isten nékem, míg másnak csak támasz, nekem menedékem, végső menedékem. Míg örömben jártam, nem elém meg Isten, rá csak most találtam, hogy elveszték mindent. Ilyenek vagyunk mi, gyarló földi férgek, úgy térünk csak hozzá, bánatok, ha érnek, szerte kuszált álmok, széttépett remények. Rátaláltam én is, szörnyű, szörnyű búban, atyai szavára most, hogy rászorultam, nagyon rászorultam. Én vagyok az, aki nem jó, fellelajtó, nyitogató, ajjajajaj. Nyitogató a felleget, sírok alatt a eleget, ajjajajaj. Ifjúságom így telik el, ezért a szívem a sadájaj. Jaj, ifjúságom, gyöngykó szorú, ki elveszti be szomorú. Thank you.
kolozsvári református gimnázium után a Debrecen-Pallagi Gazdasági Akadémiát, majd Hohenheim Erdészeti Akadémiáját végeztem el. Ott szereztem erdélymérnöki oklevelet. Diák éveimet a párizsi Sorbonne-on fejeztem be, a híres építész Le Corbusier tanítványaként táj- és kertépítési oklevelet szereztem, és ott is doktoráltam. Mindezen tudás begyűjtése után pedig hazamentem az én szeretett nagyapámhoz, hogy segíthessek neki, most már ne csak fizikai erőmmel, hanem megszerzett tudásommal is. Miért küldött nagyapám ilyen tanulmányutakra? Azért, hogy jó kezekbe kerüljön családunk megmaradt 200 holdnyi termőföldje és 600 holdnyi erdeje. Ennyit hagyott meg ugyanis az 1921-es román földreform 9 falunyi birtokunkból. Őszi útra száll, öreg fenyő, csak várjatok reá. Ha nem sokára, sírva és zokogva, majd eljár egy árvapús leány. Mondjátok, hogy várjon még reá. Súgjátok meg neki, hogy hús sötét erdő magányotokba, az úton egyszer visszatér megint, hogy a nyugati dzsungel bújtosuljon, könnyes szemmel kelet felé tekint, s halkan, ahogy ment, visszatér megint. Ha engem majd az évek leple elve, s a végtelen nagyon sokáig járom, a hontalan nagy évek ködbilincse, mondjátok, hogy csak álom, hosszú álom. De hogyha míg én messze-messze járok, itt hűtlen lesz hozzám egy szép leány. Öreg fenyők, ti kedves jó fenyők, akkor többet ne várjatok reá! Termesztő hideg reggelen, a hajnal ködött rákban, szomorú szívvel gondolok az erdői fenyőfákra, hogy az erdeinket pusztítják, úgy pusztul vele a népük, mitől az utolsó fát kidöntik, akkor lesz nekünk is végünk. Nézel az üdés bácsikat, kik az életben láttak már mindent, vakuló szemükkel keresik, de nem találják az Istent. A nénik is inkább csak sírnak, nincsen sem család, sem gyerek, de idegen országba mentek, hogy gyökmencsét élhessenek. Kiáltás helyett suttogunk csak a szélben, megmondom én, hogyan lehet, hogy magyar kitéljük a jövőt, ameddig azok döntik, ültetjük addig a fenyőt, ameddig azok döntik, ültetjük. Sem ismerik egymást, nem nyújtunk segítő kezet, de ha
nem hiszi magyar a magyart, az út már a pokolba vezet, hisz éppen úgy nyugtalanság, hogy ki szeretne érdekeljen, mint hazug törvényt hozni, a jogos gyűlölet ellen. Hogy én micsoda magyar ember vagyok. Én már olyan vagyok, hogy nekem egy élő igaz magyar többet ér 10 halott hősnél. Én már olyan vagyok, hogy kiszámítottam még odafönt Andorásnál a hegyen, hogyha minden magyar családban legalább 4 gyermek születik, akkor az bizony többet ér egy tucat összeesküvésnél. Amikor kimondom ezt a szót, családomat, valami jó édes íze van a számban.
család nélkül az ember semmi. Bogáncs a szélben, családdal. Isten szerepét játsza ezen a földön. Isten a maga teremtő munkájához meghívta a maga képére alkotott embert. Miért vonakodunk elfogadni a meghívást? Miért keresünk mindig kibúvókat? Ha nem teszünk semmit nemzetünk fogyásának megállítása érdekében, akkor a nyugat majd rezervátumban mutogat minket, mint Európa utolsó indiányait. Később pedig magunk töltjük be a herderi jóslatot, ahogy azt Vörös Marti megfogalmazta. A sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül. És miféle népek? Igen. A jövő Magyarországa számára nem vagyontárgyakat kell hagynunk, hanem életet, gyermekeket. A gyermek egy darab tiszta ember. Alapkő a jövendőhöz. Föl kell nevelni embernek. Nem csak olyan hányti deves dodának, embernek. Foglalkozni kell vele. Mesélni neki. Nem anyagi javakkal, hanem jó szellemben nevelve kell őt útnak indítani. Épp csak mint ahogy a madárszülők. Megtanítják a fiaikat röpülni, és aztán eleresztik őket. Nekünk, akik még bírjuk a múltat, ez a dolgunk, hidat építeni múlt és jövendő közé, és a híd pilléreibe mindent beleépíteni, amit a múltból a jövendőbe átvinni érdemes. A becsület és tisztesség büszkeségét és örömét. Magyar voltunk örökségét és tudását kell továbbadjuk a fiataloknak. A magunk jó példájával előttük járva. Tiszta szabadból határok fölé.
hajat, hanem megy másképp, hát így kezdjük el. Mi magyar szóra, magyar szó felel. Építsünk hidat, tiszta szavakból határok fölé. Cserélhatunk egymás felé. Építsünk hidat, ha nem megy másképp, hát így kezdjük el. Mi magyar szóra, magyar szó felel. Építsünk hidat, tiszta szavakból határok fölé. Elindulhatunk egymás felé. Építsünk hidat, ha nem Beértem a patakhoz, és hirtelen meg kellett állnom. Valami furcsa szédülés fogott el. Végig simítottam a homlokomon, és a homlokom izzadt volt. Éreztem, hogy remegnek a térdeim, hogy fáradt vagyok, és öregedő. Leültem a patak mellett egy kőre. Akkor ment le a nap, és a patak másik oldalán, a lemenő napfényben, egy juharfa olyan volt, mintha vakító lánggal égett volna. Rábámultam a fára, és csodálkoztam, hogy nem vettem észre felfele jövet. Hogy nem vettem észre kedvenc tarmicsom kék virágait, és azt, hogy ősz van. Az ember megy, és rakja a lábait maga elé, és közben mindenféle gondokkal foglalkozik, velőkkel és eladókkal vitatkozik, kalkulál, tervez, és közben észre sem veszi a világ változását maga körül. Hát így voltam én is abban az évben. De akkor, ott, a patak partján, belém döbbent a kérdés, miért? Miért teszem ezt? Hiszen mindenem megvan, amire embernek szüksége lehet, biztosítva van a családom és a jövendő. Hát akkor miért? A munka rohanásáért? Vagy azért, hogy még több pénzem legyen? És akkor ott a patak partján rádöbbentem, hogy beteg vagyok. Hogy belé estem ugyanabba a betegségbe, amibe annyi más ember belé esik. A munka és a pénzgyűjtés betegségébe. Látod, igazam lett, én mindig ettől féltem.
kiszállíthatóan éltem, és közülünk mindig te voltál az okosabb. Tudod jól, nekem szívem gondolkodik, s amit előbb az muszáj megtennem. Szólhatnál volna, hogy nem tudsz már velem jönni, s ha már nem tudsz, ha tudja, miért nem. Thank you.
Milyenkor szeretnék a saját helyemben lenni? A Bükkös erdő templomában jártam. Nagyon fehéren jött a dérvarázs, és a dértől könnyes lett a messzeség, és vércifrázott lett a hervadás. Nem volt virág, s mert nem akartam hozzád virágtalan kezekkel jönni, letéptem egy vén bükkfa sárga lombját, nehány dél lepte őszi levelet, s e hervad csokrot elhoztam neked. Őrizd meg jól, s ha egyszer majd, nem sokára, fátyol borul a bükkök templomára, s a nagy temetés halkan átosul, hallgasd meg kis meséit, kedvesem, s elmúlt nyarunkat visszaálmodott.
Jánoszt Nándor szerzeményét hallottam. Az ember végigcsinálta az egészet, mert így kívánta a becsület. A más is, hát én is. De a hazának nem sok köze volt mindehez. Általában a hazának nem sok köze van a háborúkhoz. A haza sorsa békében dől el. A háború már csak a végső formáját adja meg mindannak, ami békében, a felszín alatt, szinte láthatatlanul megromlott, és a rontás által előre elintéződött. Még a legjobban sikerült háborúk sem tudják helyrehozni azt, amit a béke évei elrontottak.
Miért szakadt be alattunk a padozat, melynek deszkáit évszázadok óta törvény, erkölcs, jog és magántulajdon testesítette meg? Mert elmulasztottuk a rend gerendáit évente átitatni a társadalmi szervezetek egyetlen védőszerével, az egymás irányában megnyilvánuló testvéri szeretettel. Hiszen amikor a szeretet cselekszik bennünk, akkor elindul valami láthatatlan erő, ami előbb vagy utóbb szeretet formájában tér vissza hozzánk. Igen. Az ember hosszú ideig élhet úgy, hogy nem ismeri fel a feladatot, amit el kell végeznie. Nagyon hosszú ideig. Aztán egyszerre csak, mintha kinyílna a szeme. Mondja, nem gondolt még arra, hogy Európa népei össze kellene fogjanak végre. És hogy ezt éppen itt kellene elkezdeni, a dunai népeknél, ahol legnagyobb a veszély és a nyomorúság. Most úgy néz rám, mint valami bolondra. De kérem, gondolja meg, nem érkezett-e el végre a pillanat, amikor az itt élő kis népek össze kellene fogjanak, hogy életben maradhassanak? Nem ez-e az egyetlen és utolsó megoldás ahhoz, hogy újra emberi élet és békés fejlődés jöhessen létre? Ha románok, magyarok, bolgárok, csehek, szerbek, horvátok, szlovákok mind összefognának, és nem azzal törődnének ezentúl, hogy ki román és ki magyar, hanem csak azzal, hogy valamennyien békében és egyetértésben élhessenek. Mit gondol? Nem lehetne nagyot teremteni ezen a szerencsétlen foltján a Földnek? A gondolat szabad, mert hazám ott van a Kárpátok alatt, és népem a magyar. Hontalan vagyok, mert hirdetem, hogy testvér minden ember, és hogy egymásra kell lejjen egyszer végre mindenki, aki jót akar. Vagyok, mert hiszek jóban, igazban, szépen, minden vallásban és minden népben és Istenben, ki a diadal. Hontalan vagyok, de vallom rendületlenül, hogy ő az út, s az élet, s maradok ez úton, míg csak élek, töretlen hittel, ember és magyar.
fiát. Mondja meg hát, ez a világ szememben. Itt védhettem én egész éve. A csillagok feketében öltöznek. Arc nélküli gonosz tevő üdvözlek. Jó az Isten, pártyát fogja a jónak. Bizony mostan sokája van a nemzetemet dúlta már tatár. Harácsolt a török, uralkodott fölötte osztrák.
lopta olá, rabolta cseh. Minden szomszédja irigyelte mégis, mert keserű sorsa, Isten szerető nemzetté kovácsolta. Becsület, tisztesség, ember szeretet példaképe volt. Egy céda Európa közepén. Mivé lett most? Koldussá vált fölszabadult honában. Züllött idegen eszmék napszámosa. Ki megtagadva dicső őseit, idegen rongyokba öltözve árulja magát minden utca sarkon. Dollárért, frankért, márkáért, amit idegen gazdái odalöknek neki. Hát magyar földön nem maradt már magyar, ki ráncba szedné ezt az ősi portán topzódó sokszáz idegen? Ébredj magyar, országodon kufárok osztoznak, rabtartóid leszármazottjai, s kik raboltak, öltek, véredet vették, ma mástól rabolt palotákban élnek. Szétterelnek száz aprócska pártba, hogy szavazatot feldarabolódjon, s egy kisebbség fölzárkózva keményen uralkodhasson a többség felett. Gyermekeid lelkéből kiöltek már tisztességet, Istent és hazát. Volt kínzó legények, demokráciára tanítják ma az unokát. Szabadságról rikoltoz a lopó, s aki kifosztott, ma igazságról fecseg. Ébredj magyar, termőföldet másoknak terem. Gonosz irányba sodor ez a megveszekedett új történelem. Bye-bye.
Ennél a pontnál a krónikás búcsúzik. Eltelt fölötte az idő. Az isteni lábnyom, amit a hiányosan is, de igaz hűséggel idáig követett, nem vészel ezután sem. A hagyaték megmarad, mert Istentől valós, ezáltal elpusztíthatatlan. Eljő az idő, s alig, hanem már itt is van, amikor fiatal, erős izmú és tisztára mosott lelkű krónikások fölkapják az elejtett szálat, s viszik tovább a beteljesedés felé. A részeg magyarok káromkodásától sajdul fületek, a szemetek a hitványok győzelmét véli látni, úton útfelen, ne döbbenjetek meg. Az Úr nem számokban méri az igazság győzelmét, hanem az igazok cselekedeteiben. Ne keserítsen el a gyöngék hűtlenségesek. Sajnáljátok a nyelvét vesztett magyart, mert önmagát rövidíti csupán, nem nemzetét. A nemzet nem számokban él, de lélekben, s egy az Úr oldalán százezreknél is többet számít a jövendő mérlegé. Viselkedjünk tehát a szerint. Gyakorlatban ez mit jelenthetne? Egyszerűen azt, hogy lemossuk magunkról mindazt a piszkot és szemetet, amit a történelem árvize reánk rakott. Vagyis megtisztulunk elsősorban az idegenekkel való együttélés során reánk ragadt téves fogalmaktól. Élelmesség alatt ne értsünk többé csalást, lopást, hazudozást, hanem cseréljük föl ezeket az idegen, elfajzott fogalmakat a régi, jól bevált magyar szavakra, mint tisztesség, becsület, hűség, igazság, és így tovább, mely szavak valamikor a még el nem taposott magyar nemzet kulcsszavai voltak. Emelkedjünk tehát nemzetté újra, lejjünk önmagunkra, és az Úristen, ki Úrvárosától idáig elkísért, erőforrásunká válik megint. Vagyis cseréljük föl kizsákmányolóink erkölcsét a régi, jól bevált magyar erkölcsre. Nyújtson valóban testvérkezet minden magyar minden magyarnak, és az Úristen erőt ad újra, hogy megszabadulhassunk a gonosztól, és építhessünk együtt egy szabad és igaz új Magyarországot.
mikor nem látsz már színeket. Fáradtan induló reggelem. Nem látok már a célt, s tán a hited sem töretlen. Húzod csak félre, s úgy gondolod végig, mitől jó élni, és mitől nem. Sorsot, és megbecsülöd.